1961 egyből van egy fényképünk, ahol az akkori IBM vezérigazgató így könyököl egy számítógépen, és alá van írva, hogy hetekig töprengtem rajta, hogy belekezdjek-e abba a beruházásba, amely abnak idején 3 milliárd dollár, ami ma körülbelül 30-33 milliárdot jelentene. A dolog lényege az, hogy egy olyan számítógép családot kell létrehozni, amely végig tudja követni adott esetben egy vállalat fejlődését. Tehát megalakul egy cég, vehetjük akár a Hewlett-Packardot, amivel két ember elkezdte egy garázsba a gépeit építeni, mindenféle elektronikát, ma világcég, tehát a fejlődés mutatható. Tehát a lényeg az, hogy olyan gépcsalád kell, amelyik egymásra épül, és a kicsinek a programjait a nagy tudja futtatni. Nem kell a programokat cserélni, hogyha a cég akkorára nő, hogy gépet viszont cserélni kell. Ennek a gépcsaládnak lett a neve az IBM 360. A 360 per, és itt vannak a per számok, a 10-es, a 12-es, a 15-ös, 20-as, 25-ös, és így megy fölfelé. Ez a gép, amit itt látunk, a 360 per 40-es, ez már egy olyan kaliberű számítógép volt, amely Kelet-Európában nem volt szállítható. Az NDK mégis hozzájutott nyugat-német támogatással 12 darabhoz, amely 12 darabot évente az embargós gépeket ellenőrizték. Az ellenőrzés során első évi ellenőrzés alkalmával egy gép hiányzott, azt szedték szét, és abból készült az R40. Látjuk, hogy 64-ben, amikor ezek a gépek készültek, még az integrált áramköri elemek ilyen fémtokozásúak voltak, amit ma már ugye fekete műanyagból borítanak. Ezek az NDK által gyártott R40-ek, de már az fekete tokozású és gyorsabb elemek kerültek, ezáltal a gép maga is gyorsabb lett, így az eredeti operációs rendszerrel nem volt használható. Igen keményen bele kellett nyúlni ahhoz, hogy azt lehessen használni. Viszont a tesztprogramjai tökéletesen kimutatták az eredeti IBM tesztprogramok az R40-ben lévő adott esetben beépített hibákat. Viszont azt ugye tudjuk, hogy az IBM-nek a jelvénye a kék rózsa. Na de ez a szekrény pirosra van festve. Tehát ebből is látszik, hogy nem eredeti IBM, mert ezt Franciaországba rakták össze, ezért lett piros a szekrény oldala.